a MOL című kötete. A mérföldkőnek tekinti a saját életművében, de miért fontosabb mondjuk az eddigieknél? Egy mérföldkőnek csak az út mellett uh álló mészkőből faragott köveket tekintem. Bocsánat. <laughs> Isten őrizte, ezt a szót, ezt, ezt nem soha biztos... Soha kéne azt. magam a kapcsolatban soha, mert nincs rálátásom a saját művemre, ugye nem látom magam kívülről. De hogy fontosnak tartja. Nagyon fontosnak tartom, és mindig el szoktam mondani, a legutolsó, a legkedvesebb, és ezt minden kollégám is el szoktam mondani, úgyhogy ennek üzenetértéke nincs. De annyi tény, hogy 7 év termése, is meg szoktam válogatni az alkalmakat, amikor verset írok. Például alkalmilag nem szoktam, csak úgy verselgetni. Úgyhogy ez az anyag, ez, ez majdnem mindent tartalmaz, ami 7 év alatt született, egyet kettőt hagytam csak el, és azt hiszem, hogy egy feszes. Együttes ezzel együtt. Az mindig érdekes az én számomra, amikor térei verseket olvasok, hogy egy kicsit olyan, mintha egymást folytatnák. Visszahallok egy-egy új versben régebbi sorokat vagy gondolatokat, ha nem is formailag, de tartalmilag mindenképpen. Valahogy az az érzésem, mintha megerősítést akarna adni egy-egy újabb versben mindannak, amit már korábban elmondott. Ezt Tökéletesen látja, és arra is törekedtem, hogy akár a könyvön belül a gondolatritmus érvényesüljön. Tehát emlékszel -e például az Ultra című kötetben: az egyik ciklus árvízzel Igen. zárul, és apája kezdődik a következő. Nem, és nem ezeket... egyszer van ilyen kapcsolat. És ez könyvben, könyv és könyv között is megvan. Igen. Például az utolsó ciklus az Ultrának, az egy. Gyönyörű gyár című verse ez ja, A legszebb vers, ami nekem legalábbis a legjobbak közé soroltatott. Tőlem. Igen, ez úgy nagyon úgy gondolom. Köszönöm. Legjobb térei vers, így igen, mondanám. Igen, talán a legismertebb. Ez tény. És ezzel a, ebben a út, bizonyos útra kötetben volt egy ciklus, amelyik az Ugló indult, és magyarság verseket tartalmazott, és ha megnézi az új könyvet, vagy megnézi a az olvasó magyar nép az első ciklusát a, a MOL című vadonatúj könyvnek, akkor annak az a címe, hogy Magyar Mennyasszony, és gondoljunk csak bele, mi minden megváltozott azóta Magyarországon, és nem volt még, amikor azt a kéziratot leadtam, gazdasági válság sem. Mintha megjósolta volna. Nem jósoltam, Isten őriz, én a jóslatoktól eléggé távol állok be az igaz, amikor, amikor Álvizet írtam Debrecenben, akkor tényleg azon az a nyáron kijött. Akkor a még egy ilyen konkrét Valamiért ez, ötletet. ez, ez mostanában üldöz engem, tehát a Tóczó nevű vízfolyás Debrecen mellett, amelyik a 20-as években öntött ki utoljára, és igazából csak a középkorban, az azon a nyáron egy picit kihöntött. <laughs> Akkor nem kéne most és se így vészjósló halált előre jelző éppen dolgokról írni, egy, a, hát hanem né nézze éppen egy égkorszak regényt írok, és úgyis felmelegedésről beszél mindenki, én nem így látom, meglátjuk, meglátjuk. Ami a regényt illeti, az mennyire lesz prózai regény, vagy mennyire lesz verses, a de mindig néha rímel. a mindig néha A múlcimű verses kötetében több a közéleti témájú vers, mint az hmm. előző kötetben, és ha ez így van, mi ennek a magyarázata? Nézze, én tőlem a pártpolitika rendkívül távol áll. Tőlem tudom. aktuál politikai csasztuskákat ne reméljen senki, de... Fel annyi... sem merült bennem, hogy ilyesmit remélnék. De azért időnként az embert mégiscsak fölhívják azzal, hogy kéne valami kis bökves XY születésnapjára, és nagyon nincs kedvem se, se pró, se kontra, mert egész egyszerűen ez nem az én asztalom, ez publicisztika akadnak jobb és baloldalon olyan publicisták, akik kiválóan nézik ezt a foglalkozást, de ez nem az én foglalkozásom, ez egy teljesen más foglalatosság, és barikát harcosnak se érzem magam, ráadásul nincs is párt szimpátiám. És ez lehet, hogy most nem divatos Magyarországon, de ez most már így marad. Én nem kérném számon a párt egy pillanatig sem. Arra viszont szívesen hallanék konkrét választ, hogy amikor valami aktuálisan történik, Amitről bizonyára ugyanannyira olvas, vagy hal, vagy lát a különböző médiumokból, sajtóorganumokból és egyebekből, mint ahogy mindenki más ebben az országban, vagy mondjuk sokan, nem mondanám hmm. mindenki, hogy akkor az bármi módon ihleti -e arra, hogy, hogy verset írjon hát, ezekből? Persze, de nem biztos, hogy direkt formában, lehet, hogy nem azt írom, hogy én az alanyi költő, stb. Satöbbi, stb politika áldozata volnék, hanem lehet, hogy teremtek egy hőst. Mondjuk beleírom a regénybe valamilyen pici tapasztalatomat, csak egész másnak. Hát a azt mindig beleszokta természetesen. Rengeteg olyan hát, hőst rengeteg. ismerünk fel, akiket az utcán jó. hús véremberként ismerünk. Az jó, de van, amit el kell engednem. Szóval nem oda való. Azt kell mondanom, hogy nagyon foglalkoztat a hazám, meg a tájai, meg a lakói, de közéleti verseket nem írok, Főleg azért nem, mert egy rendkívül fárasztó, ezt szerintem már elmondtam, de nem lehet elégszer mondani, egy fárasztó konjunktúra lett belőle divat, és témátlan szerzők a téma, a téma válság elől belemenekültek, és, és nagyjából aktuál politikába fulladt az egész. Én ilyesmit nem írok. Sokkal jobban érdekel a hazám közérzete a tájainak a megmutatása által, vagy, vagy Vegyük egy boltban kígyózó sor van álló embereknek a mondataiból megnyilvánuló közérzetét, ez sokkal jobban foglalkoztat, mint azt mondani, hogy ez a párt jó, ez meg nem any világos. Vegyünk ö, verseket ebből a kötetből, amelyekre azt mondja, hogy sokkal inkább közéletieknek érzi, mint amilyeneket a korábbi kötetekben. Ugyanakkor abban is igaza van, hogy személyes könyv ez, mert csak én tudom, hogy melyik, melyik bizonyos verset, milyen élmény is lett, -e, és ez akármennyire is elemilyen érintett engem, nem alanyi módon, nem primér alanyisággal került át a versbe. Ez az átlényegítés, ez azt hiszem, hogy, a, hogy a, az írás folyamat egyik lényege is, hogy ne a naplónkat kínáljuk, mint az divatos most a fiatal költészetben, hanem, hanem próbáljuk már egy kicsit azt a négy-öt csavart végrehajtani, hogy érdekes legyen a szövegformálás nekem is, mint alkotónak, és, és ne az én privát életemben motozzon az olvasó. Engem például nagyon érdekelne a köztisztaság tércímű verse, hogy arról egy picit beszéljünk. Van egy olyan sor, amin elég sokat kell gondolkodni, megrázó sor egyébként, Mármint e föltépet sebek, nem föltépet sebek, mindenki próbált gyógymód helytelen volt, nem gyógyultak be sosem. A föltépet sebek, azokat egyébként sok összefüggésben vélem felismerni más versekben is, amikor a múltról beszél, hogy mennyire gyógyíthatatlan az, ami ránk maradt a múltból, vagy mit kell azokkal kezdeni. 2003-ban és 2004-ben írtuk Papandrással a Kazomaták című darabot, amelyet a katona mutatott 2006-ban és 56 neurologikus pontjáról szó, ugye a köztesek téri vérfűdől. ez egy tabu téma. Ezt a kommunista történetírás tudjuk, hogy, hogy 56 modelljévé tette, és ezzel meghamisította, és foglalkozni se szabad vele, az tulajdonképpen egy voks volna arra a foglalkozás, a közgondolkodás szerint, hogy 56 mítoszát valamiképpen csökkentsük, nem ugyanolyan méretes mítosz ez, és ugyanolyan szent nagy magyar tapasztalat, mint, 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 a túlélők és a veteránok szemében és szívében, de megkerülve ezt a napot, azzal együtt, hogy ezt a napot megkerüljük, nem lehet ezzel a, ezzel a történelmi eseményesen foglalkozni, és mivel nem született ikonikus, nagy 56-os magyar dráma sohasem, ezért a fekete napot megörökítő mű nehéz helyzetbe került. A magyar közgondolkodás pedig nem szereti a tabu témák fölvetését, úgyhogy ezt mi a saját bőrönkön tapasztaltuk, és ez a vers, ez a fogadtatásáról szól, arról nem szól, mert az, ez egy memoár tárgya lehetne, hogy egy évet élt a katonában, 30-szor játszották, ez nem bukás, nem is siker, és azóta Egyszer vette elő. Máté Gábor osztálya, a Színművészeti Egyetemen. Odrin ne játszották. Vagy a Rákóczi úton ott, De a Uránia fölött, igen, és hogy az látszott, hogy semmit nem fakult, és ezt minden elfogultság nélkül mondhatom, hiszen nem csak én voltam jelen, ez egy eleven szöveg. És hogy és erre akart visszautalni még. most, felfrissíteni, nem most, hát amikor írta a verset, a köztisztaság tércívű verset. Majdnem ugyanakkor, mint a bemutató, akkor született ez a vers. Tehát tulajdonképpen 7 év, ez a bizonyos 7 év a Uh -huh. Fölcserélő hét év, kicserélő hét év, és ez egy 2006-os vers. A milyen versek azok, amelyek meghatározóan összegyűjtendőek voltak akkor, amikor most kiadta a kötetet? Tehát mindenre? Vagy azért volt olyan, amire azt mondta, hogy na, ez nem fér bele. Olyan is volt, hogy jó, de nem ide való. Aztán... Mert... Mert teljesen más. A, 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 nem találtam ahhoz a vershez ívet, nem volt olyan szó. Szóval elindít egy folyamatot, amit nem folytat más, de fogom tudni a következőben használni. Vagy volt rengeteg olyan anyag, ami színdarabba került, vagy színdarabból került ki, és benne van ebben a könyvben. Például monoló. Önálló versként. Műhelyforgácsokat nem, használ, műhely nem használtam mert az vagy ott marad a számítógépnek egy eldugott dossziéjában, vagy pedig bekerül majd valahova máshova. És az volt a célom, hogy legyen egy stram, gondosan szerkesztett könyv, ehhez még aztán a szerkesztőm is hozzászólt, aki egy óriás ciklust javasolt két részre bontani, Dunajcsik Mátyás, és ez is egy jó irány volt. Ezáltal lett szimmetrikus a könyv, tehát van egy központi ciklus, a vigasztaltatlan, ami prózaverseket tartalmaz, mindegyik egy-egy tragikus fordulatra utal, amelyik beáll a szereplők életében. Kell látni ezt a bizonyos szerkezetet is, tehát hogy hogyan ad kezet az egyik vers a másiknak, tehát például a bihar versek néhány hűvös benyomást köz közvetítő Hajdú költemény, vagy hogyan a magyarság versek, radióta használjuk, de sokkal korábbi, igazából rengeteg minden nagy költőnknek vannak magyarság versei és csokorba gyűjthetőek. Szlovákság vagy csességverseket kevésbé tudnék, mert a tapasztalatom az magyar, és magyar is marad. Én biztosan nem tudnék egy másik országban másik életet alapítani. annyira.